Egy öreg vadász mondta egyszer, valahányszor tábort bontasz a bozótosban, az életed egy részét hagyod magad mögött. Ám van egy tábor Afrikában, ahol soha nem alszik ki a tábortűz. E különös helyet, az örök vadászmezők szavannáit a valaha élt legkiválóbb vadászok lakják. Már nem vadásznak, nem bontanak többé tábort. A tűzre vigyáznak, és emlékeznek. A tábortűz nyugalmas meghittsége kitisztítja, világossá szűri, érthetővé bontja az aznap lezajlott eseményeket. Régi tábortüzek. Őket szeretném megszólaltatni. Sok felejthetetlen élményem legmegbízhatóbb ismerőit, leghitelesebb krónikásait. Őket próbálom visszaidézni, új lángra éleszteni. Hajdani vadásztanyáim, rég elhambott tábortüzeit. Én csakis Afrikába mehettem. Oda vágytam leginkább. Leggazdagabb a faunája, 131 néhány vadfajta járja. De már nem célozgatom őket, mint annak idején, érkezésem hajnalán. Megismerkedtem velük. Elég volt a lövöldözésből. Mondhatom, azt hiszem, hogy nem volt egy átlag ember, szokásai sem voltak egészen átlagok. Ő saját magát úgy hívta, hogy Ruha Gyuri. Extra hallgás, mondjuk így. Hát minden ember hiú, és ha már csinál valamit, örül, hogyha annak sikere van. Mielőtt bement a kórházba, egy levelet írt, most már jobban van, és reméli, hogy el tudunk menni még Afrikába. Paul Donnebank vagyok. Fotószenvedélyemet nagyapámtól örököltem, aki a múlt század derekán fotószafárikat vezetett Kelet-Afrikában. Valamikor a 60-as évek közepén itt találkozott a legendás magyar vadásszal, Széchenyi Zsigmond gróffal. A párnapos fotószafáriból életre szóló barátság lett. A gróf és nagyapám nyomait követve indulok el az úton én is megismerkedésük helyszínére, az állati és emberi természet útvesztőjébe. Arra vagyok kíváncsi, miként lett a világot járt szenvedélyes vadászból a történelem, a sors és talán nagyapám hatására a vadvilág megőrzése iránt elkötelezett, egyre inkább csak a fotószafárikat helyesnek tartó ember, és milyen ma a Széchenyi által már fél évszázaddal ezelőtt is denaturáltnak nevezett fekete földrész. Apám, gróf Széchenyi Viktor vőlegény korában Ferenc József dolgozószobájának ajtaját strázsálta. Anyám, Caroline Maria von Ledeburg-Wichern grófnő pedig az akkori földművelésügyi miniszter lánya volt. Szüleim ott találtak egymásra, a múlt századbeli császárváros immár történelemmé finomult egykori fényében. Én Nagyváradon láttam meg a napvilágot, 1898. januárjának a 23. napján. Egészen pontosan abban az évben, amikor John Henry Peterson alezredes lelőtte a két emberevő oroszlánt, amelyeknek egyetlen hónap leforgása alatt 29 indiai építőmunkás esett áldozatául a Cávó folyónál a Kenya-Uganda vasút építése során.
mióta vadászom? Ezt még csak ki tudom deríteni a naplómból, hogy azonban mióta vagyok vadász, ez már nehezebb kérdés. Engem nyilván valami zöld kalapos vadászgólya hozhatott holmi jó vadrécés ingoványból. Megbízható tanúk állítása szerint, alig hogy sikerült a járás tudományát elsajátítanom, már is vadászgúnyát adtak rám, zöld szalagos tiroli kalapot, zerge bőrnadrágot. Majd hamarosan kezembe nyomták az első puskát is, valódi parafadugóst. Megfelelő dugó muníció került hát a zsebbe, és általános céllövészet kezdődött odakint a kertben. A szarvasvadászat embrionális formáját már akkor zsenge bogarász koromban is űztem. A családom már generációk óta gyűjtötte a vadászkönyveket. Rendre megesett, hogy azok fölött szenderültem álomra. A jó világtérkép, a sokféle szín, cifrábbnál cifrább ábra, országok, szigetek, hegységek, tavak, folyók, a legszebb epikus költemény. Csak hogy engem nem a kartográfia tudománya serkentett a térképek böngészésére, hanem reménybeli jövendőn távoli ködében kovácsolódó fantasztikus úti terveim. Brém, az Állatok világa című művében alig akadt számottevő vadállat, melynek felkeresését tervbe ne vettem volna. Hova utaznék először? Nem tudtam eldönteni. Sok tanulnivalóm volt még. Első szárnypróbálgatásaim vadászmentorának szavai csengtek a fülemben. Az ember addig hiába veselkedik neki a szomszéd rengetegének, míg a saját erdejében nem igazodik ki. Csodaváró békesség lepte el az ezüstösen homályló rétet, a sötéten hallgató erdőt, a tátott szájjal figyelő szarvasvadász lelkét. Aztán ebbe a zavartalanul álmodozó, szénaillatú csendbe, ebbe a kegyeletes erdei templomba belezsongott egy szarvasbika orgonája. Akárcsak a szomjas vándor a forrásvizet, olyan mohón nyeltem a szarvasbőgés szimfóniájának varázslatát. Ismerkedtem vele. Igyekeztem megérteni. Az öreg bika ritkán megbődülő, álmosan vontatott orgonáját, a dühös, féltékeny szarvas, érces, messze harsanó kürtjét, a magányos, tehénkereső, nyugtalanul bódorgó bika hangos vágyakozását, a nyálas kamaszok félénken nyekergő legénykedését. Itt ért véget Széchenyi felhőtlen gyerekkora. 1916. júniusában Széchenyi Zsigmond kadét számára is megkezdődött a már két esztendeje tartó háború. A frissen végzett tisztjelölt egyenesen az orosz frontra került, majd a román hadszíntére vezényelték. A kis gróf kikerült a harctérre, ugyanabban a kék attillás huszárregimentbe, apja és fia, s ott a robbanó gránátok, a pusztító srapnelek között is talpig legény maradt a kis gróf is, a huszárkapitány fia. Felbuzdulásom rohamosan leapadt, s a harcvonalban lerót első félesztendő véglegesen lelohasztotta, gyökeresen elvette a kedvemet a katonaságtól, a háborútól.
szívből, visszavonhatatlanul megutáltam. Mert már az első fél év rádöbbentett arra, hogy az emberi lélek legmegvetendőbb fogyatékossága az üzleti nyerészkedés diktálta gyűlölet, butaság, felelőtlenség, irigység, hiúság, kegyetlenség. Mindezek sokkal döntőbb szerepet játszanak, mint amilyet a tisztesség, a becsület, a szeretet, a bölcsesség és az alázat. Emberré nevelődtem. Kiártam a Nimród Egyetemet is, a vadászmesterség testi-lelki magas iskoláját. Ez időtájt kezdtem el írásban is rögzíteni mindennapjaim legfontosabbnak tartott történéseit. Felkészültem az utazásra. Hová utaznék először? Csak is Afrikába! Széchenyi utolsó útja is Afrikába vezetett. Most fél évszázaddal később én is azokat a helyszíneket szeretném felkeresni, amelyeket akkor együtt jártak be nagyapámmal. Afrika expedíció. Ebben a szóban mesés élmények sorozata a teljes földi boldogság fogalma csillogott. Sokat olvastam, és még többet álmodoztam róla, milyen lehet egy Afrika vadász élete. Addig-addig puhítottam az illetékes bugyellárisokat, míg 1927 tavaszán végre sikerült útra kelnem. A Kelet-Szudán meglehetősen ismeretlen része az Abesszín határig nyúló Funk tartomány volt utazásom célja. Almási László nem csak első Afrika utamnak, hanem későbbi sivatagi kalandozásaimnak is felelős vezetője. Ő ismertette meg velem ezt a varázslatos, néhol még felfedezetlen fekete földrészt. Felejthetetlen expedíció volt. Szívemet Afrikával véglegesen eljegyző. Kedves Frau Széchenyi, legutóbbi telefonbeszélgetésünkkor említette, hogy van egy befejezetlen levél, amelyet nagyapámnak írt a férje, mielőtt bement a kórházba. Én most hosszabb időre Kenyába utazom. Nagyon hálás lennék, ha a levél másolatát el tudnák küldeni Nairobi posta címemre. Köszönettel, Paul Donnebaum. A hajó, amelyen Széchenyi utazott, német társaság tulajdona volt. Hamburgból jött és Fokföldre igyekezett. Silány, kopott kis alkotmány volt. Szűk kabinok, még szűkebb étterem, alig lehet benne átnyomakodni az egymás mellé zsúfolt asztalok között. A hajón való ismerkedési folyamatról tanulmányt lehetne írni. Mennyi idő telik el, mire nagy nehezen szóba állunk valakivel? Az állatok találkoznak és azonnal szóba elegyednek egymással. Mindig tudják, mit kérdezzenek. Mennyivel őszintébbek nálunk? A fedélzeten néhány érdektelen külsei utas cselleng. Kereskedők, gyarmati hivatalnokok, ültetvényesek, gyémántbányászok, elefántvadászok, szerencsevadászok, jámbor misszionáriusok és gyanús kalandorok. Szóval tarka társaság. Századforduló táján létesült Uganda vasút feltárta a fekete világrész legvadabb területeit is, a legkülönbb agyarú elefántok, legnagyobb szarvú bivajok, legpompásabb sörényi oroszlánok, mindaddig csak kevésbé ismert hazáját. Köszönöm.
vonatunk a legszerényebb afrikai vonatok egyike. Prüszköl, zihál, köhög a vén mozdony. Néha nagyot zökkenve elakad minden látható ok nélkül, csupán azért, hogy ismét lélegzethez jusson. A több mint 500 000 négyzetkilométeres Kenya egykor vad bőségéről volt híres. Vadon élő állatokat ma már csupán a természetvédelmi területek valamelyikében pillanthatunk meg. A városokhoz közeli nemzeti parkokat kerítések veszik körül. Hányszor olvastam róla, hányszor elgondoltam, és most mégis torkomon akasztja a szó. Nincs olyan perc, hogy valamiféle vadat ne lássunk. Zebra csapatok, kongónik, Thomson és Grand gazellák, fehér szakálú gnúk, zsiráfok, struccok egymást érik. Déltájban érkezünk Nairobiba. A szép, modern állomás, a széles utcák, az autók tömege, a jó szálloda és a közlekedési rendőr kissé kiábrándítanak. Azt reméltem, hogy már a vadonba vagyok, és íme ismét szembe vigyorog a kultúra. A két Horthy és Kittenberger, akikkel idáig utaztunk, elindulnak vonaton Uganda felé. Mi ketten, István és én, Stubb vezetésével itt, Kenyában fogunk vadászni. Napjainkban az 50 milliós lélekszámú Kenyában már csaknem 1,5 millió szafári turista és nyaraló érkezik évente, akik 1,2 milliárd dollárt hagynak az államkasszában. A nemzeti parkokba csak autóval lehet behajtani. Kiszállni pedig a szállás és kijelölt pihenőhelyek kivételével tilos. És nem is tanácsos. Élem a világom, az elefántvadász világát, ami talán mégsem az a túlságosan irigylendő, mégsem egészen az a ne tovább világ, ami ennek az otthoni szakértők kipingálják. Mondhatnám, hogy a felismerhetetlenségig más. Mert az elefántvadász napjainak mindennapi kenyere a hiába való fáradtság, a nélkülözés, a bosszankodás, céljának újból és újból való meghiúsulása, egészségének, kitartásának, idegeinek és főképpen türelmének naponta megismétlődő erőpróbája. Elefántországra rászállott az est. Teljes a csend. Egy gyertyánál ülök és olvasok, amíg a víz kint tart, mert aludni úgyis csak éjfél után tudok a hőségtől. A magyar erdő ébredését nélkülözöm, és nincs az a pompás pálma, ami pótolhatná a sonfabokor virágát. Nem honvágynya fog belőlem, csak a magyar tavasznak küldök köszöntőt. A szalonkás erdőnek, ami most hazavár, mert megszokta, hogy minden évben felkeresem ilyenkor. Soha Európa olyan szép nem volt, mint Afrikából nézve. És soha Afrika olyan szép nem lesz, mint Európából nézve.
Itt fényesebb a napfény, mint nálunk. Csillogóbbak a csillagok, sötétebbek a viharfelhők, borzalmasabbak az égi háborúk, bódítóbbak a szagok, határozottabbak az ellentétek. De még a tüske is szúrósabb, a fa is keményebb, az ember is kitartóbb, a vadállat is szívósabb. Ez az, ami ide vonz, ami visszavonz mindenkit, aki egyszer belekóstolt. Nem csak vadászni és fényképezni lehet. Bármikor el lehet gyönyörködni egy-egy hangya állam csodálatos életében, egy-egy szép madár tarka tollazatában, születő hajnalok csillogásában, búcsúzó alkonyatok fénytengerében. Nem okvetlenül szükséges, hogy nap-nap után elefántot vagy oroszlánt kergessen a vadász. A 20. század 30-as éveiben Kenya területét vadvédelmi szempontból kétfelé osztották. Szabad vadász területekre és vadászattól mentesített véd területekre. A hét nagy régióban kijelölt összesen 88 vadászkörzet határait nem jelezte semmi. E láthatatlan határokon csupán a napra kész white hunterek, azaz fehér vadászok ismerték ki magukat. Ezért volt hát szükség államilag felesküdött fehér vadászra, megbízható kutatóra. A white hunter a vendégvadász vezetője, bizalmas utitársa, szafáriával összefüggő minden ügyes bajos dolgának intézője volt. Sok mindenhez kellett értenie. A vadat és a vadászmesterséget alaposan ismerte. Jó lövő volt, és alapvetően egy hidegvérű ember. De nem volt elég az önfegyelem, saját vadász szenvedélyének kordában tartása. Benszülöttjei bizalma nélkül nem boldogult. A benszülött férfi rendkívül szeretetre méltó, becsületes, jókedélyű ember. Színészi képessége feltűnően fejlett. Olyan jóízű hahotázásokat sehol nem hallottam még, mint a kelet-afrikai szafarin. Romlatlan, nem lop, nem hazudik, a nyugati civilizáció nem tudja megmétejezni. Megbízható barát, önfeláldozó vadásztárs. Nekem is van ám már benszülött nevem. Ha esténként lefekvés után az emberek lármáznak, és nem lehet tőlük elaludni, azt kell rájuk kiáltani, kelele. És minthogy ők mindig lármáznak, én is sokat kelelézek. És már is Bwana Kelele a nevem, vagyis csend legyen, úr. Széchenyi számára minden itt kezdődött. De még nagy utat járt be azelőtt, hogy nagyapámmal megismerkedett volna. Alig néhány méternyire négy szürke oszlopot látok. Az elefánt lábait. A föléjük boltozódó lombozaton átszürkül a teste, mint valami szürke sziklatömb. Mozdulatlan. De nem látom a fogát. Úgy nézek fel a szürke hegyre, mint a háztetőre. De fejét, agyarát még most is lombok takarják. Most mozdul a fej, és előtte vagy másfél méternyire villan az agyar vége. Eltisztulnak előle az ágak, kifeszülnek a nagy fekete vitorlák, és farkas szemet nézünk. Most vagy soha. A szürke hegy eltűnt. Egyetlen nagy recsenéssel a lombkárpit összecsukódott előtte. Még néhány távolodó ágroppanás hallatszik, aztán helyreigazodik az őserdő csendje. Mintha semmi sem történt volna. Mintha az a nagy elefánt
csak káprázat lett volna. Hát, ha nem is elefánt volt. Hát, ha csak túlfeszített képzeletem tréfált meg. Egyedül virrasztok a pislogó lámpás mellett. A délkereszt hanyat fekszik még. Később felébred majd, könyökére támaszkodik, hajnalra aztán kiegyenesedik, haptákba vágja magát. Itt maradnék-e még, ha lehetne? Magam sem tudnám most megmondani. Egyelőre elég volt a vadonságból, de azt is tudom, hogy mihelyt otthon leszek, már is visszavágyom ide. Hiszen mindig az kellene, ami nincs. Megkerültek az eltűnt elefánt agyarai. Magyar vadász még nem lőtt ekkora elefántot. Rendkívüli siker! Széchenyi másfél évig dolgozott afrikai vadásznaplójának kéziratán. A csúi, így hívják szuahéli nyelven a leopárdot, 150 eredeti fényképpel 1930 novemberében jelent meg. A csúi az én sikerkönyve. Olyan vastag és nehéz. 400 oldal, hogyha egy leopárd fejéhez vágják, percekre megsüketül tőle. Ám a sikernek ára is volt. Hogy a vadászatért élt, ezért a sokak szerint minden célt nélkülöző passzióért homlok egyenest ellenkezett apja fölfogásával. Magánélete sem volt kiegyensúlyozott. És óriási összegekkel tartozott az apjának, akivel megegyezve eladták a kőröshegyi birtokot, hogy rendezni tudja felé az adósságait. A földeket és a kastélyt 8 generáció adta kézről kézre. És éppen nekem, a 8. épp nekem kellett eletetnem az oroszlánokkal. Az elkövetkezendő években már nem a családi kassza terhére, hanem Yusuf Kamal egyiptomi herceg meghívására utazott további vadász expedíciókra Kenyába, Tanganyikába és Ugandába. Azaz Elefántországba. Nagyot fordult itt a világ, mióta harmadéve erre jártam. Nagyot lódult. Akkoriban 2 szálloda volt itt mindössze, egyik rosszabb a másiknál, meg egyetlen kopott kis bank. Azóta 3 vadonatúj, 4 emeletes szálló szökött fel a földszintes épületek bátortalan sorai közül. És 2 hatalmas, modern bankpalota, melyekben márványcsarnokon kívül még pénz is van, mégpedig jócskán. Mi lesz itt, ha így haladnak a dolgok? Mivé lesz ez az eddig elé titokzatosnak tartott, sötét világrész? Az 1899-ben az Uganda vasút építői által alapított Nairobi napjainkban is Afrika egyik legdinamikusabban fejlődő városa. Kenya fővárosában ma csaknem 400 szálloda és több mint 40 bank működik. Lakóinak száma pedig az elmúlt fél évszázad során meg 10-szereződött. 4,5 millióra duzzadt. A gróf utazásai során ekkor már a vadászat mellett egy másik szenvedély, a fényképezés is egyre nagyobb szerepet kapott. Afrikai útjaira nem ritkán 5 fényképezőgépet is vitt magával. Állványra szereltem gépemet. Először 20 lépésről, másodszor 15-ről, de mikor a harmadik felvételt mintegy 12 lépésről rásütöttem, a Rino meghallotta a csettenést. Minden bejelentés nélkül nekem szaladt. Időben félreugrottam, de lábam elakadt egy gyökérben, hasra estem. A feldühödött állat gépemet feltaszította, de rajtam átugrott, be a sűrűbe. Ezek a hátrányai a fényképező passziónak.
vége láthatatlan rónaságon él a legtöbb oroszlán egész Afrikában. Régi vágyam volt, hogy az állatok királya ellen puskát teljesen mellőző fényképhadjáratot indítsak. Szerintem egy sikerült oroszlánkép felér 10 mojrákta oroszlán bőrrel, már csak azért is, mert az eredményes felvétel első feltétele a vad közeli belopása. És ha még tekintetbe vesszük a sikerült fénykép egyéb kellékeit, a világítást, a hátteret, a környezetet, akkor nem vitás, hogy a fényképezés sokkal, de sokkal több türelemmel jár, mint a vadászat. Elhamvadt a tábortűz. Nem tudok aludni. Vajon milyenek lesznek az új állatképeim? Ha jól sikerültek, akkor otthon nagy, tudományos, szarvas és ősz felvételekbe fogok kezdeni, és szép könyveket írok hozzá. A Gripsholm, amin Széchenyi hazafelé utazott, a legszebb és legnagyobb utasszállító volt, ami valaha a mombaszai kikötőbe tévedt. A svéd-amerikai tulajdonban lévő óriás hajó 1924-ben épült Angliában. A gőzhajó korszaka után a Gripsholm volt az első dízzel meghajtású óceánjáró, amelyet a transatlanti express utazásokra terveztek. Régi ismerősöm dolgozott a hajóirodában. Jól lefoglalta nekem azt az utolsó előtti jegyet? Hogy ne foglaltam volna, tőlem már viheti is, tüstét kiállítom. Talán érdekli, kinek adtam el tegnap az utolsó jegyek valamelyikét. Annak a nevezetes amerikai regényírónak. Na, valami Henry Way, vagy Hemingway. Tudja, kiről beszélek? Persze, hogy tudtam. Főleg, hogy most én magam is írásra adtam a fejem. A hosszú hazaútra remek olvasmányt találtam. Daniel Streeter, amerikai író kolléga, 1926-ban megjelent Denatured Africa című útikönyvét egyszerűen nem tudtam letenni. Széchenyi akkor még nem sejtette, hogy 3 évtizeddel később új Afrika könyvének címét épp ettől a könyvtől fogja kölcsönözni. Miután itthon előhívattam képeimet, rájöttem, hogy oroszlánt fényképezni sokkal nehezebb, mint oroszlánt lőni. Összesen mintegy 250 fényképet sütöttem rájuk 3 különböző géppel és változó sikerrel. De évek kellenek, mire az ember megtanul félig meddig komolyan fényképezni. A gróf, ahogy visszatért Budapestre, azonnal nekilátott az írásnak. A Szerengetiben készült felvételek külön fejezetet érdemeltek ki. Az oroszlánképek száma alapján a készülő könyv akár az Oroszlánország címet is kaphatta volna. Alig fejezte be új könyvét, Széchenyi már is újabb utazásra készült. Ám ezúttal nem a szavannák várták, hanem egy ismeretlen úti cél, a sivatag. A sivatagért pedig nem rajongok. Almási a sivatag bolondja, reménytelen szerelmese. Érti is minden csínyát, binnyát. Nélküle nem vállalkoztam volna erre az útra, mint hogy sem a teodolithoz, sem a prizmatikus iránytűhöz, de még csak a motorjavításhoz sem értek. 3 kocsink van. 3 vagyunk mi, és 3 fekete kísérőink is. Vízünket vastartályokban szállítjuk. Számításunk szerint 4 liter esik fejenként és naponta ivásra, főzésre, mosdásra és ruhamosásra. Látom már, itt szabad választásról lesz szó, vagy iszik valaki, vagy mosdik. Engem kizárólag azok a furcsa nevű, ritka vadállatok érdekelnek, amiket Almási Vádi Havárban ígér. Én csak azok miatt nem mosakszom.
Itt nincs malária, sem álomkor, sem egyéb trópikus nyavaja. Kellemetlen hőség sincs. Tiszta, egészséges a levegő, teljesen bacillusmentes. Veszélyes vadállat sem ijesztgeti a vadászt. Ennyit jóváírhatunk a sivatag mérlegén. Ezzel szemben az ilyen sivatagi autó terhére kerül az eltévedés, benzinhiány, vízhiány, elakadás, kocsitörés, tűz, műszer elromlás veszélye. Röviden és őszintén, a sivatagtól jobban félek, mint akárhány fogvicsorgató oroszlántól. Elértük a sokat emlegetett Vádi Havárt. Egykori folyómeder maradványa ez a vádi. 400 kilométer hosszúságú teknő, melynek ismeretlen idők előtt kiszáradt medencéjét eltulajdonította a sivatag. A sivatag ragadozó állat. Kenyere a megsemmisítés. Állandóan temet, semmisít. Nagy türelemmel, évezredes kitartással, de menthetetlenül. A sivatag homokja állandóan utazik, gurul, hengerek, hengergő homok. Az élet vérerének lüktetését, a világ szívhangjait akarom magam körül hallani. De itt csend van. Szűnni nem akaró, megátalkodott, vérfagyasztó csend. Aztán megláttam őket. A fényképezendő Addax csapat felé hajtván, a többinél jóval hosszabb szarvú bika kapta meg a szememet. Testre is kimagaslott a falka közül. A falu bikája. A hivatalos trófea méretek legújabb kimutatása 99,5 centivel jelzi az Addax szarv rekordját. Az enyém 109. Világrekorder lettem. Sosem titkoltam, hogy ellensége vagyok a sivatagnak. De most, hogy nem sokára itt hagyom, szeretnék valahogyan kibékülni vele, hiszen legyünk őszinték, nem bántott. Megfenyegetett, de nem bántott. Igazság szerint így kéne szólnom. Köszönöm a vendéglátást, itt a tenyerem, csap beléje, ne váljunk el haragban. Ezt kéne mondanom, de nehezen tudom rászánni magam. Külön érdekessége volt a kiállításnak az a trófeacsoport, melyet gróf Széchenyi Zsigmond és Horthy Jenő a múlt évben a líbiai sivatagban tett útjuk alkalmával ejtettek. A gyermekkori fantasztikus úti tervek közül Afrika, legalábbis egy időre, teljesülni látszott. Ám a Brain-féle állatok világa oldalain még számos megjelölt állat szerepelt, amelyeknek trófeája szintén begyűjtésre várt. Engem minden táj csábít, ha messze van, ha nagy, ha sok benne a vad, és kevés az ember. Ezek alkották azt a mágnest, mely gyermekkorom óta lankadatlan erővel vonzott arra felé, az északi fény világába, a prémvadászok és aranyások eddig elé csak mozivászonról ismert színterére. Még 900 kilométert kellett megtenniük hajóval a kanadai part mentén, mielőtt elérték Alaszka déli csücskét. A Yukon, amivel utaztunk, nem egészen olyan, amilyennek reméltük. Nem nagy, nem is szép, borotválatlan képű hajócska. Mindjárt meglátszik rajta, hogy félreeső helyeket látogat, hogy ritkán kerül jó társaságba.
Már fent voltam a hajóhídon, mikor megpillantottam a két matrózt a kikötő végében, amint öklömnyi labdát haigáltak egymásnak. Meguntam már az örökös lustálkodást, nem fog megártani egy kis mozgás. Közéjük álltam, s a nagy sebességgel felém röpülő labdát félkézzel akartam elkapni, előkelő hanyagsággal. Azt hittem ugyanis, hogy gumilabda, pedig falabda volt, kemény fából való. Nagyot koppant a kezemen, két ujjam kifordult a helyéből, és úgy maradt. Nagyon durván labdáznak Alaszkában. A baleset híre hamarosan a távoli Magyarországra is eljutott. Gróf Széchenyi Viktor főispán fiát baleset érte Alaszkában. Vadászat közben, zuhanás következtében bal kezének ujjai összetörtek. Ott csillog a Mount McKinley, a benszülöttek Denalia, indiánul a legfenségesebb. Észak-Amerika legmagasabb csúcsa 6200 méteres tetejével. Fehér birkákon kívül főképpen szellemek lakják. De én nem miattuk jöttem, hanem miatta. Az alaszkai jávorszarvas, otromba nagy, alaktalan, kampós orrú állat csak a vénbikát koronázza széppé a súlyos, sokágú agancs. Boldogan gyönyörködöm benne. Ez mégiscsak közelebb áll hozzám, jobban megpendíti vadász szívem húrját minden trópusi fenevadnál. Hiába, európai vadásznak mégiscsak ez kell, a világ legnagyobb szarvasa. A várbeli Zsigmond kápolnában a taliás Széchenyi Zsigmond gróf, a híres oroszlánvadász és útleíró tartotta esküvőjét Miss Stella Crawfordrel, egy angol iparvágnás szép fiatal leányával. A magas, karcsú, izmos vőlegény, akinek férfias, markáns arcát Afrika napja cserzette sötét barnára, szokatlanul szép dísz magyar öltött. A karcsú angol lány hosszú ujjú, fehér szatén toaletben, a Széchenyi család régi csipkéivel díszített fátyollal, kezében óriási lilium csokorral jelent meg. Feleség a legújabb utitársam. Kettőnké a kabinjaink előtt a folyósót elrekesztő koffer áradat. Kaptunk egy visszautasíthatatlan ajánlatot egy maharadzsától. Engem India sosem csalogatott. Azt azért meg kell hagyni, ilyen előkelő expedícióban még nem volt része. Cilinderben indulok tigris vadászatra. Kényelmes, mahagóni íróasztalon gépelem a mai nap eseményeit. Puha karosszékben, sejemernyős villanylámpa meghitt fénye mellett, smokingban. Sátraink előtt fegyveres katonák hörködnek. Színes villanykörtékkel világított szökőkutakból csobogva játszik kék, piros és zöld vízsugár. Hová lettetek, kedves afrikai tanyáim? Széllel bélelt kis sátra, melynek nyitott bejáratát parádézó strázsa helyett legfeljebb pislákoló tábortűző őrizte.
ennyire még tán sosem fájt a szívem utánad. Sok híres vadásztól hallottam, hogy a tigrisbőr a világ legszebb trófeája. Vicsorgásba torzult ábrázatának fekete-fehér hieroglifái egzotikus főnök arc tetoválását juttatják eszembe. Csillogó aranyszőrén, mintha frissen mázolták volna a fényes fekete csíkozást. Nahár, a dzsungel csíkos királya, lopva járó, bársonytalpú, titkolódzó állat. Általában csak nem láthatatlan. És ha megindul, mintha árnyalak osonna. Mintha valami átlátszó szellemtünemény volna. Boldog megelégedettséggel állapítjuk meg, hogy indiai vadászatunkat a legteljesebb siker jegyében fejezzük be. Nekem tigris vadászat után nem bálterem kell, hanem titokzatosan békességes, tábori est, hol minél kevesebbet kell beszélnem. Ahol a tűzbe bámulhatok, elhallgathatom az éjszakai dzsungel paradicsomi meséjét, ahol elfelejthetek minden szükséges és szükségtelen rosszat, amit Európában hagytam. Ezt keresem, mikor vadonbeli expedícióra indulok. Úgy érzem, hogy hasztalan igyekeztem Indiának szemébe nézni. Csak nem ugyanolyan maradt számomra, mint amilyen azelőtt volt. Idegen. Idegen és érthetetlen. 1939-ben Londonban megszületett a Széchenyi házaspár kisfia, Péter. Pár hónappal később kitör a második világháború. Noha Magyarország csak egy év múlva lesz a tengelyhatalmak szövetségese, Széchenyi angol felesége a szülőhazájával ellenséges ország fővárosában tartózkodik. 1940. februárjában Stella véglegesen hazautazott Angliába. Magával vitte kisfiukat. Széchenyi ekkor látta őket utoljára. Végleg beborult felettünk az ég. És mikor végre elcsendesült a vihar, mikor éhesen, szurtosan, vaksin hunyorgó szemmel szüleim Úri utcai házának bunkerjából napvilágra kapaszkodtam, felismerhetetlenné változott körülöttem a külvilág. Legelső gondom, a Schwab-hegy oldalában épült otthonom volt. Nem maradt belőle egyéb, alig fél lábszárig érő, itt-ott még enyhén füstölgő romhalmaznál. Nincsenek többé trófeáim. Házam porrá égett, s porrá égett benne teljes vadászsákmányom is. A legnagyobb elefántagyartól a legkisebb őzagancsig. 1945. február 13-án véget ért Budapest ostroma és a főváros német megszállása. Ám a felszabadítók nem érték be ennyivel. Rommel takarításra való hivatkozással fegyveres szovjet katonák a nyílt utcáról gyűjtötték be a civileket. A Malenki robot
azaz apró munka, legtöbbször akár 5 éves kényszermunkát is jelentett valamelyik szovjet munkatáborban. Aztán vittek bennünket, engem Csömörre, Dohos Dutyiba, apámat meg az Andrássy út 60-ba. Ellenem az volt a vád, hogy vadász fegyvereimet rejtegettem. Igaz, sokan voltak, egyik jobb a másiknál, így hát biztonság kedvéért több helyre ástam el őket, és keményen megfogadtam, lesz, ami lesz, csak azért sem mondom el, hova ástam. Két napi kezelés után már remegve megmondtam. Mind az utolsó szálig. Tavasszal előbb Széchenyi, majd a már a rabkórházban fekvő apja is kiszabadult. Az idős férfi legyengült szervezete azonban hamar feladja a harcot. A Széchenyi család nincstelenné vált. Zsigmond csak 2 év nélkülözés után 1947-ben talált végre munkát. Vadászati felügyelőként dolgozott az Országos Erdészeti Központban, majd 1950-ben szakmúzeológusként a Mezőgazdasági Múzeumban. Ma ugyan vadászember vagyok még, noha már erősen megcsonkított, rendkívül bizonytalan lábon álló vadász. Itt ülök még a tölgyfa tövében, szarvasok bőgését lesem, de már kölcsönpuskával, vadászjegy nélkül. Mert nekem az élet vadászat, s a vadászat élet. Fát jelent és vadvirágot. Gombát és szamócát, iszalagot és tüskét, hajnalt és napszáltát, esőt, havat, deret, harmatot, napsütést és égzörgést, hársfa virágszagát és harkálycsőrberregését. A vadászat vadűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás. Június 20-án Széchenyit felkereste munkahelyén egy rendőr, aki átadta a belügyminisztérium véghatározatát, amely azonnali hatállyal kitiltotta Budapest területéről. Alulírott Széchenyi Zsigmond, kérem a sérelmes véghatározat hatályon kívül helyezését és engedélyezését annak, hogy Budapesten tartózkodjam és eddigi foglalkozásomat folytathassam. Tekintettel arra, hogy a vezetésem alatt álló intézet munkájában Széchenyi Zsigmond különleges szakértelme miatt pótolhatatlan, kérem a részére kiadott végzés hatálytalanítását. Mit sem ért a kérelem. Ismét eljöttek értem, ezúttal váratlanul, hajnali 3:30-kor ugrasztottak ki az ágyból. Teherautóba, majd marhavagonba gyömöszöltek. Csak egy hátizsákot és a Schuster székemet vihettem magammal. Kitelepítettek egy félreeső hortobágyi tanya szellős tyúkoljába. A tyúkokat azonban nem költöztették ki, együtt tanyáztunk mindaddig, míg be nem köszöntött az őszi idő. Kérem, hogy Balatongyörök községbe való átköltözésemet engedélyezni szíveskedjenek. A népi demokrácia célkitűzéseinek ismeretében biztosra veszem, hogy tudományos munkámmal, ha ennek elvégzésére alkalmas környezetbe juthatok, még komoly hasznára lehetnék hazámnak.
Dr. Széchenyi Zsigmond részére Balatongyörök községet jelölöm meg kényszer tartózkodási helynek. Miután a Keszthely melletti Balatongyörökre költözhettem, azt hittem, végre vége a megpróbáltatásoknak. Aztán megint vittek magukkal, egyenest a főkapitányságra. Kopaszra nyírás, új lenyomatok felvétele. Kijelentették, hogy immár véglegesen letartóztatnak. Közveszélyes, csavargó és munkakerülő, állapította meg a dokumentum. Nyolc hónapig raboskodtam. 1953-ban szabadultam. Egy ismert filmrendező szavai jutnak az eszembe. A rácsok és a ketrecek a gyengeség szimbólumai, a hatalomgyakorlás tökéletlen eszközei. Hihetjük azt, hogy sikerül leigáznunk a fogvatartott élőlényt, de hamarosan rájövünk, hogy a ketrec ugyanúgy korlátoz minket, mint a túloldalán lévőket. Széchenyi hosszú évek óta először végre hivatalos állást kapott. Napi 4 órában a Keszthelyi Festetics kastély Helikon könyvtárában kezdett el dolgozni, mint állományon kívüli segéderő. Mi, a deklasszált társadalmi réteg tagjai, a nehéz körülmények között is kerestük egymás társaságát. Összejártunk beszélgetni, kártyázni. Egy ilyen összejövetelen bridgezés közben ismertem meg Margitot, vagyis Mangit, akivel aztán közös munkahelyünkön, a kastélyban is naponta találkoztam. Később is nagyon sokat bridgeztünk, még a legutolsó időkig bridgeztünk. Ez volt a kikapcsolódás. Én nekem nagyon jó állásom volt, mert én fűtő és takarító voltam. És teremőr. Jött valami külföldi csoport, akkor kaptam egy fehér köpenyt, és én lettem a muzeológus. Mint idegenvezető vagy tolmács hasznosította nyelvtudását, természetesen takarító fizetségért. Úgyhogy az egy elég zavaros világ volt. De hát lakás volt. Tudja, kitelepített embereknek nem nőnek meg az igényei. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. A 16, 19, 25 és 31 méteres hullámon. A pontos idő 8 óra. Most híreket mondunk. Az osztrák fővárosból jelentik, hogy vasárnap is folytatódott a menekülők érkezése Magyarországról. A tegnapi napon 2800 menekült érkezett Szabadföldre. Mától kezdve megerősített járőrök cirkálnak a határon. Ezek a járőrök parancsot kaptak, hogy minden menekülőre felszólítás nélkül jöjjenek. Először is azt mondta magyarnak itt a helye. Ő ezt így mondta, eleget szerettem utazgatni, világot látni, de ha baj van, a magyarnak itt a helye. Hívtak is, meg spekuláltunk is össze-vissza, hogy megy, ki megy, ki nem megy, de aztán úgy döntött, hogy a Zsiga mentóra, de Széchenyi nem engedte.
Gyerekkorom óta gyűjtöm a vadászati irodalmat, magyar, német, angol és francia nyelven. Ezt a könyvtárat megmenteni az országnak, ez volt őszintén szóval, ha a könyvtárat kivihetnénk. Széchenyi könyvtárának kötetei és fényképalbumai a sors kifürkészhetetlen útjainak hála megmenekültek. október 24-én, egy nappal a forradalom kitörése után a Nemzeti Múzeum épületébe gránát csapódott, és a kialakult tűzben megsemmisült az Európa szerte híres Afrika kiállítás is. Számos, többek között Kittenberger Kálmán és Széchenyi Zsigmond gyűjtéseiből származó példány veszett oda. Váratlan telefonértesítést kaptam a könyvtárban. Jöjjek azonnal, magasrangú funkcionárius érkezett Pestről, velem is beszélni óhajt. Elcsevegtünk vagy 10 percig, még csak az idegen, akárha revolvert rántott volna, a szívemnek szegezte a szinte fantasztikus kérdést. Aztán lenne-e kedve még egyszer Afrikában vadászni? Május 5-én megesküdtünk, Afrikáról ugyan még semmi hír, de kaptunk Pesten egy lakást. Majd 3 hónap múlva felköltöztünk a fővárosba. 2 nagy szoba volt, és egy óriási erőszoba, ami a nagy pontosság volt, mert elfértek a könyvtárak. A könyvtár gyűjtés, hát az volt a legnagyobb passzió. A legnagyobb passzió, és a legnagyobb öröm egy-egy újabb könyv. Egyébként is gyűjtő természet vagyok, ez a mániám. Rengeteg vacakot összehordott életében. Növényt és ásványt, falevelet és levélbélyeget. Szivarkarikát és madártollat. Vasúti jegyet, porcelánmadarat és tubákos szelencét. Madártojást és szarvasfogat, tücsköt, bogarat, hernyót. És pillangót. Vagy ír éjjel-nappal. Vagy azt mondja, úgysem lesz ebből könyv, én már nem tudok írni, és akkor abba hagyta. Van úgy, hogy neki lát, és akkor föl se kell az íróasztaltól. Zajos, levegőtlen városi lakásom íróasztala előtt töprengek. Lapot, lap után gépelek sűrűre. Ajaj, megírta, és másnap eltépi. Aztán köszönöm, újra kezdődik. Nem, itt nem könnyű őserdőről álmodozni. Nincs lelki erőm belevetni magam a hámba, pattanásig feszíteni az istrángot, mondani valóm szekerét, kizökkenteni a kátyúból. Ekkor érkezett a hír. Valóban, mehetek újra Afrikába. Készült egy expedíció Afrikába, a Kittenbergerrel még. Ő meghalt. Van egy másik, aki Afrikába járt, az a Széchenyi. Mikor megtudtam, hogy engem is beosztottak az 59-es afrikai gyűjtők csoportjába, váratlan gátlás fogott el. Megcsökönyösödtem, akárcsak a málhás összvér, egyszerűen nem akartam elindulni. Nyugtalanított, hogy a kiszemelt részvevők közül én vagyok az egyedüli régi afrikánus. Itt szállt hajóra maroknyi expedíciónk. Dénes István az expedíció vezetője, Szunyogi János, Széchenyi Zsigmond, Böröcki Kornél és jó magam a felvevőgép mögött. Hát akkor úgy érezte, hogy az kötelesség azt tudott megcsinálni, senkinek nem volt semmiféle gyakorlatra. Ismerte, hogy fehér vadászkör, hogy milyen helyzetek adódhatnak. Egy tapasztaltam ember mégiscsak nem árt, ha van. És megérkeztünk Kenya kikötővárosába, Mombaszába. Itt vagyunk hát végre az elefánt agyarak országában.
város jelképe az agyarkapu, II. Erzsébet 1952-es kelet-afrikai látogatására készült. Így Széchenyi is csak most láthatta először. Mombasa, Kelet-Afrika kapuja. A portugálok által a 16. század végén épített Jézus erőd 4 évszázadon át a hajókikötő őrizte. 1900-ban Mombasában nyitották meg Kenya első szállodáját 12 szobával. Itt szálltak meg a hajóval érkező teletesek és üzletemberek, majd tovább utaztak az ekkora már elkészült Uganda vasúton a kontinens belseje felé. Afrikai barátaink mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat a táborozás úgynevezett safári ideje alatt. Széchenyi Zsigmond egyedül szeretett cserkészni. Jávor antilopok. Széchenyi óvatosan előre kúszott, egy termeszvárat szemelt kifedezékül. Eddig nem tudtam, hogy egy trópusi sisak is áruló jel lehet. Félelmeim ellenére az 1960-beli afrikai magyar ötösfogat kifogástalanul végezte dolgát. Mert volt a fogadban egy idősebb mustra gebe is. Az persze nem húzhatott már olyan erővel, amilyennel a többi, de a másik 4 remek kondícióban lévő csikó még segített is időnként az öregedő gebének. Az expedíción kísérőinktől új benszülött nevet is kaptam. Vanamzének, azaz bölcs öregúrnak szólítottak. Ez a szuahéli nyelvben a legnagyobb megtiszteltetés. Ha akkor nincs velük a férjem, nem tudom, mit csinálnak, mert egyik se beszélt az ékes magyar nyelven kívül semmit. De nagyon jól megvoltak a kollégák, akikkel volt együtt. Jó egyetértésben indultunk, ugyanabban jöttünk vissza. Ezúttal történt meg életemben először, hogy nem saját, felette vékonyra lapult bukszám, hanem a Magyar Nemzeti Bank terhére jártam meg Afrikát. Huszonkétféle állatot hoztam, kafferbivajt is, páducot is, oroszlánt is, valami 15-20 féle antilópot is, gazellát. 30 évvel ezelőtt járt ott. Vesztett azóta a romantikájából? Sokat vesztett a romantikájából. Hát az őserdőnek a varázsa az már igazán csak a múlté. Vágyálmaim egyike az volt, hogy Afrikát feleségemmel is megismertessem. Legalábbis némileg beleszagoltathassam Elefántországba. Hiányoznak a múzeumnak még trófeái, amit az előző expedíció alatt nem tudtak meghozni. Tulajdonképpen ennek köszönhetem, hogy én aztán pár év múlva Afrikába jöttem. Kenyába utazhatunk, mint egy 6 hetes tartózkodásra, azzal a 3-as céllal, hogy a Természettudományi Múzeum elpusztult állattárát tovább gyarapítsuk, minél több élő vad felvételt készítsünk, és utunkról fényképes könyvkiadvány alakjában a magyar közönségnek beszámoljunk. Könnyű volt kiválasztanom a számunkra legalkalmasabb hajót, a Triestből induló, nekem már nagyon is ismerős Európát. Ez a hajó kényelmes szórakozás, nem vitás. Van jó úszoda, megáll Egyiptomban, megáll Ádenban, ki lehet szállni.
És hát mindig találni kellemes embereket, akikkel bridgezni lehet, sétálni lehet, beszélgetni lehet. Ez egy kellemes dolog tulajdonképpen. Kellemes dolog? Triestben hófergeteg és orkánszerű bóra várt. Velencében a kedvenc Scampi éttermem holmi cukrászdává alakult. Elvesztettük a kölcsönkapott fényképezőgépet, amit szerencsére megtaláltunk végül. Kairóban elveszett a feleségem, de őt is megtaláltuk. Nagy nehezen. A Széchenyi házaspár a kikötői vámolási procedúrát követően egyenesen a mombaszai vasútállomásra igyekezett. Pontosabban futott. Így még utolsó percben elérték a Nairobiba induló vonatot. A múzeumi listán szereplő állatok begyűjtése nem ment olyan egyszerűen, mint Széchenyi remélte. Egyetlen élőlény sem mutatkozik. Az atisíkság elnéptelenedett. Reménytelenül üres a tájék. Mangit jobb, ha nem keltem fel, emiatt a sivár látvány miatt. Az egyenlítő közelében az Eberder-hegységre tekintő Outspan Hotel Széchenyi kedvelt vadásztanyái közé tartozott. A közelben több kisebb, könnyen megközelíthető, nagy vadsűrűségű vadászterület is található. A trópusi kerttel körülvett szafári szálló ma is őrzi a múlt század 20-as éveinek hangulatát. Itt lehet akár évekkel előre is szobát foglalni a nevezetes Treetops-ba, Kenya legkeresettebb szállodájába. Az erdei tisztáson álló mindössze 4 szobás fatető hotelben Széchenyinek egyszer sem sikerült megszállnia. Hát elefánt nincs. Elefánt nincs. Zsiráfot bezzeg, amit a zsiga elvből nem lő le, azt bezzeg százában látunk. Már vége felé jár az expedíció, dél van, istentelenül meleg. Alig várom, hogy beérjünk a sátorba, hogy végre letusolhassa. Már majdnem odaérünk. Tempo, tempo! Biga, biga! Jézus Máriám, én azt hittem, hogy ebből már nem lesz elefánt. És akkor egyszer csak mégis volt. Aztán ott volt az a bizonyos Henry Pullman. A zsiga nagyon meg volt vele elégedve a korábbi expedícióján. Fiatal volt, ambiciózus. Mert hát úgy kísérő nélkül nincs vadászat. Ismeri a terepet. Annakon autója, szervezett táborokat, sátrakat. De hogy ez ambiciózus. Egy furcsa nagyképű fickó. Bizony, gróf úr. Ebben a korban kényes dolog már az Afrika vadászat. Éjjel-nappal sarkában kell maradni a vadnak. Különösen most, hogy ennyire megritkult. Csak is megfeszített munka, szívós kitartás vezethet eredményhez. Nem úgy van ám, mint valamikor. Teljesen szabadon állt a tisztás közepén. Célozzunk egyszerre, sugom Manginak. Te a kamerával, én a puskával. Micsoda alkalom! Ez lesz az új Afrika könyvem címképe. Elhibázta. Hibázta! Rossz a puska. Elhomályosodott az okulád. Hibás töltényt találtál elővenni. Minden okot sorra vettünk, de talán csak eljárt felettem az idő. Ennél nagyobb pofon nehezen mérhetett volna rám Hubertus atyánk, vagy akinek munkakörébe tartozik, a mennyei vadászpofonok osztogatása. De legalább az elénk táruló táj, Afrika fénylő hegye és az azt körülölelő szavanna nem változott semmit. Miután a bivaj sértetlenül elsétált, Széchenyinek új borítókép után kellett néznie. A
Az azóta eltelt fél évszázad során a klímaváltozás következtében a Kilimandzsáró legendás hava csak nem negyedére zsugorodott. A Kilimandzsárót sose láttam ilyen közelről, sosem láttam ilyen ragyogónak. 6000 méteres fejét többnyire felhőkendő takarja, kisebb-nagyobb kötszigetek úszkálják körül. De ez a mai, nyilván kivételes, csak is kettőnk tiszteletére rendezett, külön parádé. Sokan lakják ám a tetejét, rengeteg jó és rossz szellem. Kenya és Tanganyika csak nem valamennyi benszülött törzsének külön-külön házi szelleme tanyázik a Kilimandzsáró haván. Bizonyára gyakran össze is kapnak, de olyan magasságban, hogy sosem hallatszik le. Széchenyiék végül is, annak ellenére, hogy a vadász szerencse olykor cserben akarta hagyni őket, hiánytalanul teljesítették a kijelölt feladatokat. Mikor telefonáltak, hogy most csomagolják ki a trofeákat, óriási izgalom volt. És hát akkor a Szugyagi volt az állattárnak a vezetője. Van is egy csomó fényképen, mikor kipakolták a trofeákat Baross utcai múzeum udvarán. Az út végén pedig maradt lehetőség egy párnapos nézelődésre is. Ekkor találkoztak nagyapámmal. Tulajdonképpen nem is fehér vadász, csak fénykép szafárik vezetésére jogosult, különféle rezervátumot járó turista kísérő. Donne Baumnak hívják, évek óta Kenyában él. Egy nagyon-nagyon szimpatikus kísérőt kaptunk. Egy tipikus osztrák. Jókedvű ember volt, nagyszerű humora volt. Már első kézfogásra megnyerő, rokonszenves társ. Ha az ember egész nap együtt van azzal az idegennel, fontos, hogy az milyen ember. A Széchenyi házaspár a vadbőségéről nevezetes Amboseli Nemzeti Park egyik akácia ligetében megbújó Oltukai Lodge-ban szállt meg. A Kilimandzsáróra tekintő kényelmes szafári szállót az utóbbi évtizedekben többször is felújították és bővítették. Ám hangulata az elmúlt fél évszázad alatt mit sem változott. Oltukai a környéken lakó maszájok nyelvén azt jelenti, a pálmák helye. Készülődő hajnal pirfestegeti véges végig a hosszú keleti láthatárt. Valóban látványos, csak is itt az egyenlítő táján néha napján mutatkozó konflagráció, ünnepi hajnalhasadás készül. Kísérőnk is hallotta az éjjel bömbölő oroszlánt, szép sörényű, öreg hím. Remélem, hamarosan sikerül megtalálnunk. Tudom, hol szokott napközben megfeküdni. Szeretem az ilyen magabiztos, erélyes fellépésű vezetőt. Egyenest feléjük tartunk. Az öklömnyi fekete pont egyre tisztul, de hogy oroszlán fej lenne, még innét sem merném ráfogni. Megfelelő kört kanyarítva, szél ellen közeledünk a teljesen nyugodtan heverésző ragadozók felé. Mangi két teljes filmet szentel a mozdulatlanul heverő oroszlánokra. Rengeteg vadat látunk. Nagy részét kényelmesen filmbe is rögzíthetjük. Elefántokkal is minduntalan találkozunk. Donna Baum már nem is hajlandó megállni. Sajnálja a rengeteg elcsettegetett filmet. Többféle antilop csapat, hatalmas zebra ménes legel úton, útfélen. Hagyd ezeket, találunk belőlük eleget. Inkább a nagyokra, elefántra, oroszlánra tartogast filmjeidet.
Jól van már, ezért vagyunk itt, nem? Ha ilyen tempóba fogyasztott, holnapig sem futja. Ha jövőre ismét kedvük kerekedne fényképezésre, örömmel állok rendelkezésükre. Vadásztanyáról vadásztanyára járnánk öreg kocsimon, és hármunkon kívül semmilyen segítségre nem lenne szükségünk. Persze, puskára sem. De a puska amúgy is divatját veszti Afrikában. Be kell vallanom, igazat kell, hogy adjak Donnebaumnak. A tapasztalat arra tanított, hogy vadászat és fényképezés egymás kárára való fogalmak. Valahányszor életemben a vadra összpontosítottam figyelmemet, siralmasan elkontárkodtam a fotografálást, gyakran még a filmet is kifelejtve gépemből. Ha pedig megfelelő vadképre törekedtem, többnyire elszalasztottam a legkívánatosabb trófea csemegét. Becsukódik mögöttem a paradicsomkert kapuja. Alig ha fogok többé elefánt gombócban gyönyörködni. Végre megjött a reptérről írt levelemre a válasz Széchenyi feleségétől. Kedves barátom, Donnebaum. Elnézését kérem, hogy csak most köszönöm meg a Nairobi Park könyvet, de már 2 éve többé-kevésbé betegeskedem. Természetesen még mindig Afrikára gondolok. Hová lett hát Kelet-Afrika egykor oly mesebeli állatvilága? Ki felel eltűnéséért? A benszülött afrikaiak, az európai telepesek, a vadászok és orvadászok, vagy a vad életterének rohamos csökkenése? Legtöbben a túlszaporított szarvasmarha állományban keresik a vadfogyatkozás fő okát. A helyiek szemében teljesen mellékes a háziállat minősége, csak is mennyisége fontos. Csak az jelent pénzt, gazdagságot. Bárcsak sikerülne a benszülöttet marha valutáról pénzvalutára átállítani, elhitetni vele, hogy hazájának sok szép vadállata legalább ugyanannyit ér, mint bármelyik rossz tehene. A White Hunterek szerint a megdöbbentő vadfogyatkozás első számú oka a benszülött lakosság rohamos gyarapodása. A századfordulókor mintegy 2 millióra rúgó kenyai benszülöttség az 1961-es népszámlálás szerint elhagyta a 7 milliót, és újabb 60 éven belül ennek 7-szeresére növekedhet. Már az elefánt országban is leírtam aggodalmamat. Azóta több évtizedes denaturáltság rakódott az akkorira. Afrika titokzatosságának már is befellegzett. Rövidesen kiránduló helyét csúfítják az őserdők, szavannák érintetlenségét. Turisták özöne, víkend elefántvadászok, nászutasok és üdülő nyugdíjasok lepik el majd a tájat. Hétfőnként zsíros újságpapírt kell majd összeszedegetni. Schwab-hegy lesz a Kilimandzsáróból.
Afrika sokat emlegetett varázsát halálra ítélték. Siessen, aki még életben akarja találni. A piramisokat még számtalan nemzedékünk fogja bámulni, de a vadcsordákban saját gyerekeink sem gyönyörködhetnek többé. Nem értek egyet azzal a mindinkább térnyerő felfogással, hogy az ember bármennyire is önmagát tartja a teremtés koronájának, egyszerűen kisajátíthassa a világot. Hogy felsőbbrendű igényei előtt az állatnak minden téren kivétel nélkül és okvetlen hátrálnia kelljen. Az állatvilág is itt akar lakni, sőt, jól lakni is itt akar. Paradicsomi örök jogán. A természet csak is az erősebb jogát ismeri. Egyik állat felfalja a másikat, az ember pedig lelövi az állatot. Valljuk be, hogy az ember alapjában véve közveszélyes, ragadozó állat. A tiszta, a nemes vadász szenvedély legszebb cégére a jó indulat, a vadász erkölcs, nem pedig a puska, sem a madártollas zöld kalap. De még a számbeli vadász eredmény, sőt, a trófea kiválósága sem. Szerintem néhány éven belül le is áll majd a vadászat Kelet-Afrikában. Nem csak vad híján, a még fennálló vadállomány védelmében is. Csupán vadkímélő, fényképező, tájékot nézegető, legfeljebb madarászó vagy rovargyűjtő szafári fog divatozni. Hogy is mondta Donne Baum? A puska amúgy is divatját veszti Afrikában. A vadfényképezés izgalmasabb és nemesebb mulatság, mint a vadászat. Felesleges az afrikai nemes vadak bőrét kiukasztani. Az afrikai fauna legalább részbeni fennmaradásának egyedüli lehetősége, utolsó esélye, a világ közvéleményének segítő összefogásán, elsősorban az afrikai benszülöttség belátásán és jó indulatán múlik. Őt kell érdekeltté tenni, elsősorban ő láthassa hasznát a vadvédelemnek. Ha majd ő lép fel hazája első számú vadvédőjének, akkor lesz biztos kezekben az afrikai vadállomány sorsa. Nem csak számolni kell a vadász trófeákat, nem csak térfogatukat, centimétereiket méricskélni, hanem elsősorban mérhetetlenségüket kell mérlegelni, a hozzáfűződő emlékek finomságát. Hiszen bárcsak el tudnám hitetni azzal a bakonyi bükkössel, azzal a somogyi tölössel, azzal a székely havassal, bárcsak sikerülne bebizonyítanom, hogy nekem fontosabbak, előbbre valók valamennyi egzotikus dzsungelnél. Hogy a magyar erdő szarvasának agancsa közelebb áll szívemhez, a legnagyobb elefánt agyaránál. Hogy a dunántúli májusi gyöngyvirág szaga balzsamosabb, a legszebb orhideánál. Természetesen még mindig Afrikára gondolok. Amennyiben a nyár folyamán sikerülne felgyógyulnom, szeretnék pár hetet feleségemmel ismét Afrikában tölteni. 2-től 4 hétig tartó fényképező szafarira gondolok, sátrak tábori felszerelés nélkül. Végig az ön autójában utaznánk. Kényelmes vándorlás lenne egyik fogadótól a másikig. Csak fényképeznénk és filmeznénk. Mielőtt bement a kórházba, egy levelet írt, hát aztán persze ezekből van levelet semmi.
tűzrakás fényjátékában sok apró mozzanat üti fel fejét. Sok olyan benyomás villan elő, amit a történések gyors egymás utánja elfojtott. Amit nem értünk rá észrevenni. Amit tudatalatti búvóhelyéről csak az aznap esti tábortűz szemlélődő nyugalma tud előcsalni. Trófeáim nincsenek többé, de vannak emlékeim. Mégpedig tarka színekben ragyogó, tűzálló, gránát, sőt, molymentes emlékeim vannak, melyeknek értéke ezerszeresére szökött, aranynál aranyabb valutává nem esedett. Olyan kincsé, amelyen nem fog többé a világ sokféle csúnya veszedelme. Ezentúl állandóan velem lesznek. Bármikor gyönyörködhetem bennük, még itt, a túlsó parton is, ahol soha nem alszik ki a tűz.